kapuban Sándor László, további játékosok Varga Zsolt, Gál Tamás, Ratimorszki, József Meggyesi, László Bajor, Balázs Szentjobb, István Matári, Zoltán Kőbányi, Richard Horváth, Zoltán és Szőke Roland. A cserejátékosok Kusztánik Miklós, Suppa, Viktor Magyar, Balázs, Iván Jondó, Kovács Robert, Iski Gábor és Szalcinger Gábor csapat edzője, P. Nagy László és Matári pedig szerrel. Egy jó indítás, gyerünk! Gyerünk, ott az ittszer, és nem tudja berúgni Bajor, de még visszapattant a labdát. Horváth egyből Meggyesi, jobbal teszi át a labdát, Szőke Roland, és felső kapufa, na, szép volt, szép jelenet, egymás után két helyzet. Ajaj, most viszont lejönnek, leválnak a középpályán a vendégek. Egy lövés kísérlet, de megpattant a labda, nem mert elválni a vendégjátékos. Ott egy passz, egy kényszerítő, és jön a kapujából, bizony, hogy jön Sándor, és megszerzi a labdát. Varga Zsolt remekül, lestele, és bizony, húha, ez a lövés hajszállal ment mellé. Itt pedig egy Szentjobbi beüvelés, jön a labda, kicsit rövid, Horváth Zoli beadásért kapura lő, és Kovacsics remekül védte lövését. Meggyesi szöglete érkezik be, és pont fejen találja a Bajor Balást, és ezzel Balázsnak megvan az első idénybeli gólja, és íme Bajor öröme, fantasztikus, megvan az első gól, 3 meccs után megvan az első gólunk Bajor jó voltából, nagyon kellett ez a gól. Mindez az első játékis 36. percében történik, itt pedig már vendéghelyzet, visszatett labda Kovács lő kapura, és lövése mellé. Kollár szabadrúgása következik. Kollár keményen meglőtt labdája, bizony épp, hogy elsüllyen a jobb kapufa mellett, és ebben a pillanatban vége az első játékrésznek. Meggyesi, Kőbányai, Meggyesi egyből, és még jól beadás, és Bajor elvétette. Antal kezelt, és ott egy fejes, Ricsi még megszerzi. Ott, és hát igen, Szőke kérte, lesen volt, a visszatett labdát pedig Kőbányi bevágta Kovacsics kapujába, de már sípszó után másik találtunk, másik védő, 19. percében járunk, fölfejelt labdát, és Meggyesi lő, és ott a gól! De mekkora gól! Azt a mindenit! Bődületesen eltalálja a Meggyesi a labdát, és bevágja a jobb oldali kapufa mellé Kovacsics kapujába azt itt. Mindez a másik játékrész 19. percében történik, és 2-0-ra vezetünk a Török Bálint ellen. Ott az ittszer, és bepattan, így is van! Szőke, Roland, Horváth centerezte be középre, Horváth Zoli, és Szőke Roland pedig, ha másodjár is, de bevágja a csapatunk harmadik gólját. Hisz előbb rárúgta Kovacsicsra labdát, majd a visszapattanó labda pont őt találta el, és Szőke Roland tehát megszerzi csapatunk harmadik gólját, 32. percben járunk, és megvan a 3-0-ás Bicskei vezetés. Mögött nézik a talajt, a fiúk Meggyesi állítja le, közvetett mutatja a játékvezető, leteszik Meggyesinek, és bizony épp, hogy mellé szállt az elő, ez egy jó variáció volt, kár, hogy nem akadt be a bal alsó sarokba, pedig ott a helye. Hát igen, jól mondta Meggyesi, ott esik le, kapás lövés. Tartjuk a labdát. Egy nagy labda, Ricsi, és Ricsi elvállalta ballal. Gratulálok először is a csapat jó játékához és győzelméhez. Te hogyan értéked a látottakat? Most beszélgetünk az öldözőben, hogy nem is emlékszünk rá, mikor nyertünk utoljára itthon. Sajnos. Azt mondtam a fiúknak, az első értékelésem az volt, a rövid értékelésem, hogyha itt tudtunk volna küzdeni, akkor sokkal több örömünk lett volna egyébként. Én nem azt mondom, hogy nem küzdöttünk eddig, de ilyen elánnal, ilyen akarattal, ilyen egységben, amit azt jelzett, hogy a gól után rettenetlenül tudtunk kerülni, ilyet is rég láttam, megmondom őszintén,
talán egy picit ez a nagy baj, ez a nagy gáz összehozta a csapatot, egy kicsit csapatabb lettünk, mint amilyenek voltunk, és hát én bízom benne, hogy ez egy folyamat megindulása, egy kezdődő valami, ami folytatódik, és hát jó pár meccset fogunk tudni még nyerni Bicskén és idegenben is. Mert nekem azt tetszett, hogy csapatként tudtunk működni ma, és ez nagyon sokat számít. Nagyon sok meccset nem néztem most az ellenfeleinktől, pont tegnap egy Task-Budafok meccset. Iszonyatos csapatmunkát végeznek, és nem is olyan jó csapat, mint amilyen köszönöm egyik sem, és előrébb tartanak lassan már a tabellán, mint mi. Én is köszönöm. Sebék Vilmos, látják a törökbándi csapat szakvezetőjét. Hogyan értékeled a látottakat? Hát természetesen nem erre számítottam, megmondom őszintén, hogy arra számítottam, hogy itt győzelmi esélyünk lehetnek. És a játékképe alapján azt gondolom, hogy ez a 3-0 ez nagyon túlzott, tehát igazából játékban nem tudott fölénk kerekedni a Bicske, viszont minden megingásunkat és minden hibánkat kegyetlenül kihasznált, úgyhogy igazából az első két gól pontrugásból született. Én úgy gondolom, hogy ezért megérdemelten nyertek, tehát nem hiszem, hogy többet kezdeményeztek és több helyzetet alakítottak ki, viszont ami volt, azokat berúgták, úgyhogy igazából a mi gyengeségünket használták ki, úgy gondolom. Hogy én azt gondolom, hogy saját magunknak köszönhetjük, hogy itt vagyunk, és nekünk kell ebből kijönni ebből a helyzetből.